Gyermekprostitúció kihasználásának büntette miatt emelt vádat a komlói járási ügyészség, közölte a megyei főügyészség szóvivője. Az eset még 2020-ban történt Komlón. A lakásotthonban nevelkedő 13 éves sértett fiú 2020. augusztusában azért, hogy valamilyen módon pénzhez jusson, felkereste a vádlottat annak hétvégi házában. Itt beszélgetésbe eredjedtek, majd ezt követően a vádlott felajánlotta a fiúnak, hogy amennyiben szexuális kapcsolatot létesít vele, úgy abban az esetben hajlandó pénzt adni neki. Ebbe a fiú beleegyezett, majd szexuális kapcsolatot létesítettek. A szexuális cselekményt követően a vádlott 1000 forintot, valamint egy szál cigarettát adott a fiúnak. A vádlott cselekménye gyermekprostitúció kihasználása büntettének megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Az elkövető 40 éves férfi, aki fél évet előzetes letartóztatásban töltött a nyomozás során. A vádiratban szereplő cselekmény úgy derült ki, hogy a 13 éves fiú elmondta barátainak, lakótársainak, mi történt vele. Ezután indult nyomozás, amit a vádemelés követett a napokban.